Jó napot kívánok! A hétközben hűséges nézői bizonyára észrevették már, hogy műsorunk ezentúl szerdánként 18 óra 20 perckor jelentkezik itt a TV2-n. Ma az utánunk következő labdarúgó mérkőzés miatt néhány perccel rövidebbek leszünk a szokásosnál. Remélem, így is közé tudunk tenni néhány hasznos gondolatot. Szeptember első napjaiban másodízben rendezték meg Pécsett a magyar könyvvásárt és kiállítást. A rendezők ígérete szerint a vásár nem jut az egykori pécsi filmszemlék sorsára, azaz itt marad a Baranyai megyeszékhelyen. 83 kiadó állított ki, de ennél sokkal többen jöttek el tapasztalatot cserélni, és meghívták a kereskedőket is, akik több napos konferencián vitatták meg a magyar könyvkereskedelem időszerű kérdéseit. Mi a helyzet manapság Magyarországon a könyvkiadással? A könyvkiadással az, hogy tisztulnak nagyon a frontok, gyakorlatilag azok a kiadók maradnak meg, akik igen ügyes kiadói politikát folytatnak, tehát figyelnek arra, hogy melyik könyv fogy el, és nem csak arra, hogy ki a híres és ki nem a híres, és kiadják a könyvét avagy sem. Tehát a piaci törvények kezdtek el működni. És ezen kívül még nagyon érdekes módon szerveződnek is a könyvkiadók, ha jól hallottam. Nagyon sokféle szervezet alakult ki. Ugye a magyar könyvkiadóknak egyetlen szervezetük volt a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Egyesülése, ami közel 200 éves most már. És emellett megjelentek a teljes önszerveződések, vagy önjelöltek, vagy olyan kiadók, akik az érdekeltségi szisztémájukat, a kiadói profiljukat egységesnek tartják, és próbálnak valamiféle céges tömörülésbe lépni. Erre ugyanis nagy szükségük van a kiadóknak, mert hogyha képviselni kell valakit, akkor most mondjuk a magyar könyvet képviselni kell különböző hivatalos fórumokon, mert eltűnik még az a kevés támogatás is, ami most megvan. Mennyire figyel oda a minisztérium a könyvkiadásra? A minisztérium azt hiszem, hogy egyáltalán nem hanyagolja el a könyvkiadást. Én ezt mondhatom, ezt nekem benyomásom, tehát nincsenek hivatalos adataim, tapasztalataim. Én azt tudom, hogy az illetékes főosztály élén egy volt kiadó igazgató áll, aki nagyon-nagyon odafigyel a magyar könyvre. Csak hadd mondjam azt, hogy magán a könyvvásáron is az első perctől kezdve végéig itt van, és más se csinál, csak a kiadókkal beszélget, és próbálja megismerni a gondjaikat, problémáikat, amik amúgy nagyjából tud is, és igen erőteljesen képviseli ezt a vonalat. A határokon túli magyarok is képviselik magukat, ugyanúgy, mint tavaly is. Ez mindig úgy szoktam mondani, hogy ez egy magyar-magyar könyvásár, és aki magyar könyvet ad, annak itt van a helye természetesen, és a határon túli magyar könyvkiadók éppen ezért kerültek ide. Nyilvánvaló támogatással tudtak ők itt kiállítani, de tavaly is itt voltak, idén is itt vannak, és nagyon jól érzik magukat. Mennyire érzékelhető az, hogy az emberek ezeket a könyveket meg tudják venni, avagy nem? Hát a vásárlóerő az nagyon lecsökkent. Nem csak azért, mert a könyvek lettek nagyon drágák, hanem azt hiszem általában csökkent a magyar vásárlóerő. Ezek a könyvek még fognak növekedni, tehát az áruk még növekedik. Ezen a könyvkiállításon és vásáron megjelentek a kereskedők, és én azt hiszem nagyon-nagyon fontos tanácskozásokat folytatnak itt egymás között. Hogyan lehetne felvázolni azt a képet, hogy hol áll kereskedelmi szemmel a magyar könyvpiac, könyvkiadás? Az itt jelenlevő kereskedőknek az a része, aki magánvállalkozó vagy olyan vállalkozásnak a vezetője, aminek a tulajdonosa már létezik, azok várakozással tekintenek arra, hogy a másik oldalon a volt állami vállalatokból átalakult cégeknek mikor és kik lesznek a tulajdonosai, mert addig, még ez nem dől el, addig nem lesz igazi könyvkereskedelem Magyarországon. Azt hallottam, ahogy bejöttünk ide a könyvkiállításra és vásárra, hogy ennek a legnagyobb szenzációja most az Európa kiadó. Hát mi is történt vele? Hát olyan értelemben szenzáció, hogy az Európa most itt már mint magáncég jelentkezett, tehát egy hosszú, úgymond a történelmi múlttal rendelkező kiadó a privatizálása során eljutott ahhoz a pontig, amikor az egész könyvkiadót, voltaképpen azok a munkatársak, akik most ott dolgoznak, ők képviselik, ők a tulajdonosai. Ez a szenzáció. Másik szenzáció, ez nem nekem jogom vagy kötelességem ezt megmagyarázni, az, hogy szerintem nagyon jó programmal vagyunk jelen a
nagyszerű kiadó a vásáron. Hát ennyi hagyományosan tudom. Nagyon-nagyon nívós könyveket ad ki az Európa kiadó, hiszen ez a volt az én ifjúkoromban az a kiadó, ahol bizton mindig nagyon minőséget kaptam. Hát hogyan tudják eladni ezeket a könyveket, hogyha ezt a vonalat fogják követni most már, mint magán tulajdonosok? Mint eddig. Tehát bizonyos értelemben a könyvkiadó két lábon áll. Ugye egyfelől egy nagyon remek szórakoztató iparra, könyviparra támaszkodik, a másfelől pedig ezekre az értékekre. Nekem az a filozófiám, hogy mindazt a könyvet, amire szükség van, azt el lehet adni. Azt a könyvet nem lehet eladni, mert nincs szükség. És a könyvkiadónk az a feladata, hogy mutassa be, bizonyítsa be, hogy az az adott kiadvány szükséges. Akkor a kereskedő jön és elviszi. Hogy visszahozza érte a pénzt, az egy másik kérdés. Nagy ellenhondás van, mert most a szabad versenye van, de már látszanak azok a körvonalak, amik majd szabályok közé próbálják szorítani. Most minden részlevőnek az a törekvése, hogy addig, míg nem alakulnak ki a végleges szabályok, addig minél erőteljesebb piaci részlevő lehessen. Mi hol tartunk Nyugat-Európához képest? Szóval vagyunk-e ott, ahol Nyugat-Európa? Hát semmibe se vagyunk ott, ahol Nyugat-Európa, de mondjuk a magyar könyvkiadás az egy nagyon komoly tényező, és igen, igen komoly szakmai értéket képvisel, tehát ilyen szempontból biztos vagyok benne, hogy vagyunk ott, hogyha nem messze. De a magyar könyvkiadás azért nem egy elhanyagolt dolga volt az elmúlt éveknek se. Én azt hiszem, hogy inkább a könyvkereskedelem az, ami még nem tartott, és azok a csatornák nem alakultak ki olyan frappánsan, mint ahogy ott ez megszerveződik, de ez is folyamatban van. A könyvekhez természetesen hozzátartoznak a szerzők is, akik dedikálták műveiket, író-olvasó találkozókon vettek részt. Feltűnést keltett egy kissé meglepő című könyv, Kertész Imre műve, a holokauszt, mint kultúra. A szerző gondolataival most azért ismertetjük meg önöket, mert nem csak Magyarországon, de itt is pártpolitikai kérdéssé is vált az antiszemitizmus. A holokausztról, mint az emberiség ellen elkövetett egyik legnagyobb büntetről, a faji kérdésekről, az antiszemitizmusról évtizedekig keveset és helytelenül szóltak. Én az antiszemitizmust azt megkülönböztetni, tehát éppen arról van szó, hogy antiszemita az antiszemita, aki antiszemita akar lenni, ez személyes, nem szereti a zsidókat, tehát nem szereti, ilyen van, tehát nem erről van szó, hanem arról van szó, ami állami szinten történt, megtörtént, tehát arról van szó, hogy mondjuk az antiszemita hogyan viszonyul a holokauszthoz. Tehát nem mindegy, hogy valaki egészen egyszerűen húzza az orrát azért, mert az ismerőse vagy akivel egy asztalhoz kerülnie zsidó. Ez az egyik dolog. A másik nem kötelező érintkezni vele is. De a másik kérdés az, hogy akkor hogyan viszonyul ahhoz, hogyha tömegeket hajtanak végig az utcán, és meg sem állnak velük a gázkamrákig. Tehát végeredményben itt kell különbséget tenni. Ha a könyv címét tekintjük, holokauszt, mint kultúra, ez valóban egy kultúra. Tehát mit nevezünk kultúrának? Kultúrának egy beavattatás ez, tehát egy élménykörbe és egy eszmekörbe való beavattatás, ami a világ egy részén megtörtént, vagyis van ennek dokumentuma, vannak ennek, mint ahogy az eszémbe írom, a holokausznak is megvannak a szentjei, például Jean-Améry egyik ilyen, aki öngyilkos, egyik ilyen szentje. Tehát van ennek egy kultusza, és van a kultusznak egy nagyon nagy irodalma, egy nagyon nagy művészete, és ez egyre gyarapszik. De ez nem olyan folyamat, amit erőltetni lehet, vagy mondjuk egy gyors elhatározásra egyik pillanatra a másikra kultúrává lehet desztillálni. Mindenképp az szükséges hozzá, hogy az emberek valaki valami nagyon
jelentős közösség, amely hatni tud, átérezze a dolognak a jelentőségét. És hogyha átérezze a dolog jelentőségét, akkor beszélni fog róla, ezért létrehoz belőle valami valamit. Mű fog keletkezni, művek fognak keletkezni, és azok lassan megteremtik a hívőket, hogy így mondjam. És akkor beszélhetünk kultúráról, nagyon érdekes, egyébként, amit itt már említettem a beszélgetésnél, hogy például Freud a monoteizmus, az egyisten hit kialakulását a sorozatos apagyilkosságból vezeti le, vagyis a törzsek, az ős törzseknél az apagyilkosság volt divatban, és ezt a bűntudat megtermelte, létrehozta a tilalmat és az egyisten hitet. Hát itt is ami ilyesmi történt, egy nagy erkölcsi trauma történt, amely akkor is hat, hogyha valaki nem ismeri el. Tehát negatívan is megvan a maga hatása. Mindenképpen egy létező valami, egy nagy törés az európai erkölcsi életben, az európai erkölcsi történetben. És hát szerencsés esetben kultúrának fogjuk feldolgozni, szerencsétlen esetben meg fogjuk ismételni. Ilyenkor tanév elején megszaporodnak az oktatásról, az iskolai életről szóló riportok, tudósítások a sajtóban. Mi sem teszünk kivételt, igazi tanévkezdő iskolai riport következik. A sajátosság annyi, hogy a most következőket Kertész Imre imént elhangzott gondolatainak tükrében érdemes figyelni. Az elmúlt 45 év vagy hosszabb idő alatt is folyamatosan azon munkálkodtak, hogy a református szellemisége megmaradjon ennek az iskolának? Így van, ez volt a döntő szempont, és tulajdonképpen nagyon örülünk annak, hogy most az iskola, ha részben is már, de szukcesszíve kezdi visszakapni a református jellegét. Örülünk neki, és Dunántúlon összesen két református gimnázium volt és van, a pápai meg ez. Ezzel a gimnáziummal az az érdekes, hogy nagyon régi, több mint 200 éves iskola, és soha nem szűnt meg, nem úgy, mint például a pápai kénytelen volt bújdosni, vagy a Sárospataki testvériskola, vagy a valamelyik erdélyi, talán nagyenyedi iskola bújdosott évekig. Ez soha nem bújdosott, és egy katolikus főúr festet is alapította a református jobbágyai részére. Ez egy nagyon fantasztikus dolog. Bellai úr, hogyan fog zajlani az átmenet a surgói iskolában? Hogyan lesz az állami iskolából egyházi iskola? Tulajdonképpen sehogy, mert az állami iskola marad, és közben létrejön egy egyházi gimnázium, a régi hagyományokat keresve, követve. Így szól a megállapodásunk, hogy 1996-ig együtt lakunk. Ebben az épületben fokozatosan átveszi az egyházi iskola a régi gimnázium épületet, illetve fokozatosan kivonul az épületből az önkormányzati gimnázium, de a jelenleg érvényes surgói önkormányzati határozat szerint az önkormányzati iskola nem szűnik meg, tehát tulajdonképpen két gimnázium él egymás mellett. Kilóg majd a surgói gimnázium a sorból, legalábbis ami az országos képet illeti, csak minden másként fog történni. Igen, azt hiszem, hogy a helyzetünk is speciális, hiszen ez a környék nem masszív református környék, nem is volt soha az a történelem során. A két világháború közötti időben is voltak olyan időszakok, amikor több volt a nem református diák a Csurgói gimnáziumban, a református gimnáziumban, mint a reformátusok. És azt hiszem, azzal a helyzettel kell nekünk is most is számolni, hogy itt egy nagyon jelentős számú római katolikus és evangélikus, kisebb számban evangélikus diáksereg is összejön. Illetve amiben tényleg speciális és teljesen egyedi a Csurgói gimnázium, hogy annak, akinek a szülei írásos nyilatkozattal ezt kérik, lehetővé tesszük, hogy nem kell a hitoktatásban részt vennie, hanem általános erkölcstant tanul hittan helyett. Ez a különlegesség igaz a pedagógusokra is, a tantestületre? Igen, hát a pedagógusok, a vallástanárunk és a vallástanár felesége, kivételével aki angoltanár egyébként, az összes tanár csurgói, középiskolai tanár, vagy az önkormányzati gimnáziumból, vagy a szakközépiskolából került hozzánk, és a jelenlegi tantestületnek több mint egy harmada római katolikus tanárokból áll,
és a reformátusok száma jelenlegi tantestületben mindössze 4. De azt hiszem, hogy egy református gimnázium nem attól lesz református, hogyha a tanárai akár a nevükben, akár gyakorló módon reformátusok, hanem ha azt a református szellemet, ami Csurgonak a sajátja volt akkor is, amikor felekezetileg régen is nyitott iskola volt, illetve most is a vallástanárom, mint a református egyháznak az itt lévő szószólóján keresztül képviseli. Ön nem csak politikusként van jelen ezen a mai ünnepségen, hanem a református egyház tisztségviselőjeként is, polgári tisztségviselőjeként. Igen, a Dunántúli Egyházkerületnek vagyok a főgondnoka és a Művelődési Minisztérium államtitkára. Demokráciában az ember lehet már csak egyetlen egy ember, nem kell két arcúnak lennie. Legfeljebb a hangsúlyt ilyen esetben, ha egyházi közegben vagyok, akkor talán inkább arra oldalra teszem, politikai közegben a másik oldalra, de sose felejtem a másik tisztségemet, és igyekszem egyháznál az államot, államnál az egyházat is képviselni. Csurgón egyességre jutott a református egyház és az önkormányzat, ennek nyomán lehetünk most itt a tanévnyitón, amikor is egy épületben működik majd a későbbiek során a református iskola és az állami iskola. Az országban másutt mennyire jellemző az ilyenfajta békés egymás mellett élés? Sokkal több a békés egymás mellett élés, mint gondolnák. Tudnék, Magyarországon valamikor csak egyházi iskolák voltak. Később a 48-as államosítás előtt az iskoláknak több mint 60%-a volt egyházi fennhatóság alatt, és viszonylag békében megvoltak a különböző felekezetű gyerekek egy-egy egyházi iskolában. Ez mintegy 5000 iskolát jelentett, óvodát, kollégiumot, iskolát együttvéve, és 47 középfokú tanítóképzőt. Az államosítás után csak 10 körül maradt a középiskolák száma, és utána összes többit elvették. Most pedig jelenleg nem egészen 2%-nál tartunk, összesen 216 olyan intézmény van, óvoda, általános iskola, középiskola, kollégium, szakiskola, ami most visszakerült az egyházhoz. Ebbe a 2%-ba illik most bele a csurgói eset is. Meddig húzódhat még ez az átalakulási folyamat? Mennyi idő adatott az államnak és az egyháznak arra, hogy mondjuk az iskoláknak az ügyeit rendezze? Hát egyelőre 10 éves időtartamról van szó. Én nagyon remélem, hogy a 10 év alatt el fogjuk érni kb. Egy olyan 5-6%-át az iskoláknak visszafogja kapni az egyház, és akkor nagyjából minden olyan igényt, ami valós igény, ki fogunk tudni elégíteni. Szintén a szeptemberhez kötődik immár néhány éve hagyományosan a Pécsi Napok rendezvény sorozata. Az egész hónapban tartó eseménysorozatot figyelemmel kísérjük majd. Az első kulturális rendezvényt azonban a Hajdú István válogatta képzőművészeti kiállítást, külön is a figyelmükbe ajánljuk. A Pécsi Napok hagyományos nyitó rendezvényét, a Pécsi képzőművészek kiállításának anyagát ezúttal Hajdú István művészeti író válogatta. Miért pont ezek az alkotók kerültek kiállításra? Két szempontot igyekeztem érvényesíteni. Az egyik egy mechanikus szempont. Az volt a lényeg, hogy olyan művészeket állíthassak ki, akik nagyjából az 50-es, 60-as években születtek, tehát generációjukat illetően idébb vannak, hozzánk közelebb vannak, napjainkhoz közelebb vannak, mint azok, akiket általában a magyar közvélemény pécsi festőként vagy pécsi művészként tart számon. Most nem fogom elmondani, hogy kik nem kerültek ide be, kikre gondolok, mint idősebbekre, de mindenki tudja, hogy ki az a 3-4 pécsi művész, aki nem pécsi művész, hanem magyar művész, és akit mindenki számon tart. Én igyekeztem egy másfajta generációt, egy újabb generációt ide csalni. Ez az egyik szempont. A másik szempont, az, ha lehet úgy fogalmazni, színházi szempont. Szerettem volna olyan műveket kiállítani, olyan műveket együvé terelni, amelyek valamilyen módon történetet mondanak el, pontosabban nem a történetet mondják el, hanem történetek kulisszái, történetek maradékai lehetnek. Arra gondoltam, hogy a sokáig és bizonyos szempontból joggal szidalmazott narrativitásnak kellene egy új vetületét vagy egy új aspektusát megmutatni. A személyes történetek, a mitológia személyesítételének, az individualitásnak egy, megint csak mondom, színházias változatát szerettem volna bemutatni. Pontosabban nem én, hanem én csak válogatni, hogy mások hogy gondolják ezt. Mások történeteinek a maradékai
hogyan vághatnak egybe a szemlélőjével, hogyan egészíthetik ki a szemlélő történetét, hogyan segíthetnek abban, hogy a néző történetei gazdagabb díszletek között zajolhassanak. Miért van az, hogy csak plasztikákat látunk? Ez talán a második szempontból következik. Úgy láttam, lehet, hogy hibásan, de most ezt vállalnom kell. Én úgy láttam, hogy ebben a pillanatban Pécset főleg azok csinálnak olyasmi munkákat, amelyek nekem ebben a koncepcióban megfelelőek voltak, akik plasztikai gondolatokkal foglalkoznak. Valahogy úgy rémlett, hogy ahhoz, hogy mind a két szempont megvalósulhasson, tehát hogy a 40-esek vagy az annál fiatalabbak állíthassanak ki, és azok, akik ezt a teátrális vagy narratív gesztust illusztrálni tudják, azok szobrászi gondolatokkal foglalkoznak ebben a pillanatban. A hátam mögött zörög Almási László killere. Ő tulajdonképpen most mutatkozik be a pécsi közönségnek. Igen, ővele két dologot lehet ebben a pillanatban jelezni. Az egyik, hogy ez a generációs probléma, amiről beszéltem, ez ebben a pillanatban hol végződik. Almási 21-22 éves, most végzett az Iparművészeti Főiskolán, tehát gyakorlatilag ő ebben a pillanatban a legfiatalabb, ővele lehet kinyitni a jövő felé ezt a generációt. A másik, ami miatt számomra érdekes volt, hogy mozog. A dolog nem csak annyiban egy történet része, vagy egy történet attribútuma, mint a többi, tehát hogy kulissza, vagy díszlet, hanem önmagában is egy történet. Nem mondom, hogy nehezen megfejthető történetet sugall, de minden esetre egy másfajta történetet, mint a stabil szobrok. Aki a látottak és hallottak alapján kedvet kap a kiállítás megtekintéséhez, annak elmondom, hogy szeptember 26-áig keresheti fel a Pécsi Galériát. Úgy tűnik egyre divatosabb a valamilyen napok elnevezésű rendezvénysorozat. Most már komlói napokat is tartanak, amelyen egy kiállítás is megerősítette a megállapítást, Komló versenyt fut az idővel. Néhány év múlva a ma még működő két bányát is bezárják, és akkor az egész város léte forog kockán. Mielőbb valami másra kell alapozni a jövőt, azaz ipari, szolgáltatási vállalkozásokat kell csábítani a városba. Az első lépéseket már megtették. Nem titok, hogy Komló feje fölött lóg a Damoklész kardja. Vagy sikerül élénkíteni a szolgáltatás és iparfejlesztést, vagy igen nagy bajba kerül a város. Ez így van. Ezt az önkormányzat már, amikor belépett a tevékenységébe, akkor fölismerte, és több irányban is megpróbálunk segíteni a város gazdaságának előrelendülésén. Van egy oktatási képzési oldala. Egyrészt az idegen nyelv oktatást szeretnénk minél magasabb szintre emelni. Ez a külföldi kapcsolatok nélkül nem megy, ezért Komlónak ma már mondhatjuk azt, hogy két hivatalos testvérvárosa van, és azon kívül még három várossal vagyunk szoros kapcsolatban. Jelent ez valamit a városnak? Annyit jelent mindenképpen a város számára, hogy a gyerekek, a tanulók minden évben több hétre elmehetnek ezekbe az országban nyelvet gyakorolni, viszonylag elérhető áron, ha nem lenne, nagyon sok gyerek kirekesztődne ebből. Ez a vállalkozói ipari bemutatkozás, kiállítás az első nyilvános lépcsője a város fejlesztési törekvéseinek, ugye? Igen. Tulajdonképpen ez a kezdet nagyon szerény még, de nagyon remélem, hogy hagyomány lesz belőle. Az önök cége szervezte ezt a kiállítást, bemutatkozást, mesélik egy kis túlzással, hogy heroikus küzdelemmel, igaz ez? Majdnem annak nevezhető, tudnék eredetileg ezt a kiállítást a Komló és Vidéke vállalkozó és szolgáltató cégeinek bemutatásra szerettük volna. Azon alapulva, hogy helyi felszabadult munkaerőt valamilyen szinten lekötve, itt újabb munkalehetőségeket biztosítani. Ez volt a kiállítás fő célja, és ehhez hívtunk meg olyan vállalkozókat, akik esetleg piacot látnak Komlóba. Na most pillanatnyilag a Komló jelenlegi helyzetében ez elég kis mértékben volt jelentkező erre. A sportcsarnoknak kétharmadát be tudtuk építeni, és úgy érezzük, hogy jelen gazdasági helyzetben ez valamilyen szinten eredménynek tekinthető. A jövőt tekintve bizakodó? Hát bizakodom, mert minden rendezvénynél az első a legnehezebb, és mivel ilyen Komló még nem volt, és első alkalomra ekkorát összehozni, és ez még kapcsolódik kültéren is kiállítás. Úgy érezzük, hogy talán a második alkalom a jövőre, hogy amennyiben erre az önkormányzattal meg tudunk egyezni, és
ez összejön, akkor természetesen megpróbáljuk. Nagyon sokféle módon próbáljuk a vállalkozást élénkíteni. Én hiszek a magángazdaságon alapuló privát Magyarországban, és nagyon törekszem arra, vagy törekszünk arra, azt hiszem a képviselőtestület nevében is mondhatom, hogy a privatizációt segítsük Komlón, azon kívül támogatjuk a vállalkozókat. Van egy vállalkozásfejlesztési alapítványunk, amelyen már több millió forintot kiosztottunk a vállalkozóknak. Egy évben kétszer, márciusban és szeptemberben ül össze a kuratórium, és idél-oda, hát sajnos nem túl nagy összeget, maximum 500 000 forinttal tudunk támogatni. Ez kisvállalkozások számára jelent valamit. Szeretnénk, hogyha valamilyen összefogással, a környékkel tudnánk valamivel nagyobb összegeket és elsősorban hitelgaranciát nyújtani a vállalkozások számára. Vannak valami kedvező első jelek? Igen, feltétlenül vannak. Azt hiszem, hogy azért most már több mint 1000 vállalkozó van Komlón. Aztán megkapaszkodott itt az első német vállalkozás is. A nyáron megalakult egy útjavító cég komlói vállalata. Aztán van olyan cégünk, amelynek a megrendelés állománya döntően Németországból a mi közreműködésünkkel érkezik. Most itt van a román testvérvárosunk kiállítása, a franciák is jelen vannak. Nagyon bízom abban, hogy ebből is lesz valamilyen gazdaságélénkítő folyamat. Nem csak a mecseki bányászkodás, de a magyar mezőgazdaság is padlón van. Kevés alkalom nyílik arra, hogy sikerekről számolhassunk be. Ezért is nagy jelentőségű az az esemény, amelyet a Bajai Videa tudósítói irodastábja örökített meg. A közelmúltban ünnepélyes keretek között adták át a Kiskun Gabonakutatási és Termeltetési Közös Vállalat kutatóbázisát Kiskunhalason. Ides Toba 30 éve annak, hogy az egyiptomi Samir Radi, a vállalat főigazgatója, kukoricavető magnemesítéssel foglalkozik hazánkban. A kiskunhalasi vállalatot 1981 óta vezeti. Ma már 16 államilag minősített kukoricafajtával rendelkeznek, és 58 áll fejlesztés alatt. A további siker érdekében volt szükség egy korszerű kutatóközpont és egy tenyészkert létrehozására. Amint egy 100 millió forintos beruházást dr. Szabó János földművelősügyi miniszter adta át az itt dolgozóknak. Noha a kutatóbázis állami támogatás és hitelfelvétel nélkül önerőből létesült. Igaz, a legmodernebb laboratóriumi berendezések még nem érkeztek meg, de a számítógépes összekötetés a vállalat vidéki partnereivel már kiépítés alatt áll. Mert hogy a fejlesztés nem fejeződött be, az előrelépést ezután a felvásárolt gazdaságok korszerűsítése jelenti, és azok a hitelezések, amelyeket a vállalat biztosít az egyéni gazdák számára a vetőmagok vásárlásához, termesztéséhez. Így kívánják elérni, hogy évek múltán az országban kizárólag jó minőségű gabonát kínálhatnak a piacra. Ugyanis a kutató munka a jövőben nem csak a kukoricafajták nemesítésére korlátozódik. A mi hitelezési programunk, mi szeretnénk kiterjeszteni az egész gabona ágazat. A gabona ágazat, ez beleértve maga a gabona, a búza, és mi szeretnénk tovább terjeszteni a hitelezési programunk se tevékenységünk a napraforgó. Mi gyakorlatilag szeretnénk erre fölépíteni olajgyárakat. Ezokat az olajgyárakat, vannak olyan gyárak, ami hideg sajtolással működnek. Mi úgy gondolunk, hogy mi a programnak minden lépés meg kell fontolni, és meg kell tenni ütemterően ezt az egész kérdést, hogy előbb-utóbb akkor egy ibar ágazat fogunk abból fejleszteni. A jelenlegi mezőgazdaság ön szerint hogy áll? Érdemes ekkora befektetést itt az országon létrehozni? Kérem szépen, a fejlődés ez mindig időhoz van kötve. Magyarországon a szaktudás ez mindig volt és van és lesz. Ezt a szaktudást ez nem lehet elhirdalni egy napra másik. Az azt jelenti, hogy mi látunk fantáziát a mezőgazdaságban. Az a Magyarország, ez agrárország. Az agrárország adottságai adottak. Mi úgy gondolunk, hogy ezt ki kell használni, tovább kell fejleszteni, és erre kell áldozni, és fogjunk ezt a lépést megtenni. És nem érzünk úgy, hogy a befektetett programunk esetleg veszélybe kerül. Nincs veszély, csak előre kell menni. A vállalat nem csak hazánkban, de külföldön is népszerű. Szinte a világ minden táján vannak partnereik, közös vállalataik.
A sikert azonban csak kiváló szakembergárdával tudják elérni, amelynek biztosítására alapítványt hoztak létre, jelentette be az ünnepélyes átadáson Samir Radi. A vállalat 5 millió forinttal nyitotta meg az alapítványt, és ezt az összeget évente kívánja erre a célra átutalni, amelyből fedezik a szakemberek továbbképzéseit, a tanulmányutakat, a konferenciákon való részvételt. De gondoltak az időközben nyugdíjba vonult munkatársakra is. Az alapítvány számukra nyugdíjkiegészítést folyósít, mert úgy vélik, megalázóan kevés pénzből kell megélni azoknak, akik évekig értékes munkájukkal segítették elő a sikert. A műsor végén azzal köszönök el, hogy 12-én, vasárnap 18 órakor szerkesztőségünk következő műsorában Csányi László és barátai beszélgetnek Szekszárdon irodalomról, művészetről. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!